szabadon használható tananyagokról fogok beszélni nektek, Torma Hajnalkának hívnak, és találkoztunk mi már a konferencián. Az FSF.hu alapítványnak vagyok aktivistája, és mellette pedig az ELTE informatika karán doktori képzésben veszek részt, ahol az informatika oktatásának módszertanát kutatom. Tehát oktatási szempontból közelíteném meg én is a szabad szoftverek témáját, és nem biztos, hogy sok újdonságot fogok nektek mondani, inkább egy listát, egy gyűjteményt szeretnék a kezetekbe adni szabadon felhasználható tananyagokból, illetve én is, mint Gödöny Péter, megfogalmazni azt, hogy mire van még szükség, mire van még igénye az oktatásnak. Mi is az én konkrét kutatási témám? Ez a flipped learning, vagy tükrözött tanulás. Kezeket fel, aki tudja, hogy mi ez. Kettő ember, akit ismerek, feltette a kezét. Ha az angol ábrát nézzük, és röviden fogalmazzuk meg a tükrözött tanulás lényegét, az, hogy megfordítjuk azt, hogy mi történik az osztályteremben, azzal, hogy mit csinál otthon a tanuló, hogyan készül az órára. Ugyanis a hagyományos, most én hagyományosnak azt teszem azt a régi módszert, mert lehet, hogy aki itt van és tanít, az hagyományosnak mondja a saját módszerét, de ő nem ezt csinálja mégse. Hagyományos értelemben véve a tanár kint áll a hallgatósága előtt, és beszél. És ezt nem szeretem. Én sem, mint tanár. És le is mennék, és átadom nektek a szót, hogy folytassátok. És házi feladatnak pedig feladom azokat a dolgokat, amik aktív gondolkodást igényelnek, a tanulóknak meg kell szenvedniük vele otthon, hogy megértsék. Míg a tükrözött tanulásban ezt a kettőt megfordítom, feladom a tanulóknak házi feladatnak meghallgatni, elolvasni az én szövegemet, ami úgyis csak egy passzív befogadói folyamat lenne, majd másnap a tanteremben ezt feldolgozzuk, aktívan részt vesznek a tanulók a folyamatoknak a megértésében, és talán eljutunk attól a szinttől, ami a hallgatás, passzív befogadás, odáig, hogy fel is tudjuk használni azokat az ismereteket, mert begyakoroltuk ezeket az órán. Ugye az oktatásnak mindig az a problémája, és az informatika oktatás na különösen jelen pillanatban, hogy 6-tól 10-ig heti egy órában tanítunk informatikát. Nagy problémánk, hogy a kiadott anyagmennyiség egyszerűen nem fér bele, ha akármit csinálok, nem fér bele. És akkor ne beszéljük azokról, hogy tehetséggondozok, hogy szeretnék pluszot vinni, hogy szeretném, hogy élvezzék a diákjaim az informatika órákat. Muszáj valami más módszerhez folyamodni. És én itt a tükrözött tanulás az egyik módszer az, amit kiszemeltem magamnak, hogy jó, akkor menjünk ezzel a módszerrel. Mondtam, hogy ez a módszernek a leegyszerűsített fogalom magyarázata volt, amit az előbb adtam, hogy megcseréljük ezt az aktív-passzív helyzetet. A részletesen magyarázatot, illetve kidolgozását ennek a fogalomnak a Flipped Learning Network dolgozta ki. 4 alappillére van, és azért nem írtam át magyarra, mert ha átírtam volna, nem jön neki az F, L, I és P, ugye a flip feloldás. És ebből is, amivel én most a mai napon foglalkozni szeretnék, ez az intentional content, vagyis a tanár által megválasztott tartalmak. Mi az, amit a diáknak kiadok passzív befogadói kép, tehát hogy a passzív befogadás szolgáló anyagok, amihez én, mint tanár, ki kell, hogy válasszam a megfelelő anyagokat, videókat, stb. A diákjaim számára, ha kell, meg kell vágnom, ha kell, magyarázatot kell fűzzek hozzá, illetve mivel, hogy differenciáltan szeretném oktatni a diákjaimat, ezért különböző mélységekig különbözőképpen foglalkozom a tananyag feldolgozásával.
akkor vegyük az informatika tantár témaköreit, amit nekem fel kellene dolgoznom ilyen módszerrel. Informatikai eszközök használata, alkalmazó ismeretek, probléma megoldás, infokommunikáció, információs társadalom, és nézzük meg, hogy jelenleg ezekhez van-e elérhető szabad tartalom, szabad tananyag. És szabad alatt én ugye nem azt fogom érteni, hogy az interneten megtalálom, és oda kerül a gépemre. Mert hogy ugye nagyon sokszor a diákjainknál, ugye amikor felajánlják, hogy telepítenek nekünk egy szoftvert, mikor mondom, hogy nekem nincs, az a tanárnő letöltöm önnek. Köszönöm. Ugye ugyanez van a tananyagoknál is. Tanárként nem szeretnék olyan anyagokat kiadni a diákjainknak, ami egyébként nem szabadon elérhető. Magyar szerzőjogi törvények szerint én ugye az osztályteremben használhatok műveket, de valahogy úgy fogalmaznak, hogy én bevihetek például egy könyvnek egy részét, de nem az egészet az osztályterembe, és osztálytermi feldolgozásra adom ki. És mi a helyzet akkor, hogyha én ezt otthoni feldolgozásra adom ki? Akkor már nem az osztályterembe vagyok? Vagy de? Vagy nem tudom. Nézzük alkalmazó ismeretek. Kedvencünk a LibreOffice, LibreOffice használata. Szeretném, hogy a diákjaim megtanulják a LibreOffice-t használni. Nagyon szuper, felmegyünk a LibreOffice.hu weboldalra, könyvek részre, és ott találunk 3.5-öshöz is, LibreOffice-hoz, meg 4.2-eshez is, de már nincsenek 5.2-höz verzióink. Még nem írtuk meg őket. Felmegyünk az fsf.hu szabadút videóira a YouTube-ra, amik nagyon nagyszerű videók, módszertanilag is megállják a helyüket, fel tudjuk őket használni ehhez a tükrözött tanulás módszerhez. De 4.2-es LibreOffice-hoz készültek el, vagy 4.1-hez? Kettőhöz. Jó, kettőhöz készültek el. Megnézhetjük a Sulixnap az Open Edu dokumentációját. Megint csak ők egyébként frissítgetik rendszeresen az ő dokumentációkat. Vagy fordulhatunk a LibreOffice hivatalos dokumentációjához, ami angolul van. Akkor gyorsan tanítsuk meg a diákjainkat angolul, és no problem. Készítsünk új tananyagokat az ötöshöz? Mennyi kapacitásunk van, hogy ezeket elkészítsük? Akkor mégiscsak vissza kellene térnünk ahhoz, hogy... Igen, a Peti is mondta, akkor nem Word-öt tanítunk, nem LibreOffice tanítunk, hanem tanítsunk szövegszerkesztést, tanítsuk meg a fogalmi alapokat. Akkor legyenek olyan videóink, amiben fogalmi alapokat magyarázunk, és nem a szoftvernek a menüpontjait. Járható út létezik? Jelenleg ilyen videó? Szabad szoftverekkel, szabad tananyagon, CC licencesen? Képszerkesztés témakörében, amennyi időnk van rá az általános és középiskolában, arra Barát Gábor GIMP könyve alapokkal, illetve Kis Antal Tibor Inkscape Vektorgrafika mindenkinek használható. Jó, ezek tankönyvek, olvasmányosak. Kérdés ugye, hogy megfelelnek-e megint a céljainknak, hogy csak egy darabkát kiadunk a diákjainknak, akkor megfelelnek-e. Tibor könyvéhez az elérhető segédanyagok miatt ez nagyon tud működni, hogy könyvelt elolvassa és csinálja hozzá a feladatokat a tanórán, és ott vagyok mellette, és segíthetek neki. Jön a programozás témaköre, ami így hangzik, hogy probléma megoldás, algoritmizálás, adatmodellezés. Lakó Viktória megírta a LibreLogo oktatási segédanyagot. LibreLogo nem sokat változott, úgyhogy ezt fel tudjuk használni. Viszont kérdéses, hogy mennyire adható megint csak ki a diákjainknak, arra, hogy önállóan dolgozzák ezt fel otthon. Nagyon sok tanári vágási munkát igényel azért, mert nagyon ki kell találni, hogy milyen sorrendben, hogyan adom ki a diákoknak, és hogy miek azok a feladatok, amivel kiegészítem ezt a művet, de itt legalább van megint kiinduló pontom. A programozási nyelvek közül a Python-t választottam így ki, amiről szeretnék beszélni. Viszonylag frissebb dolgok jelentek meg, a Python idomár
weboldalon, Varga Péter tollából, vagy hangjával pontosabban. Ő videókat készít a Python használatához egészen kezdőszintől, és iskolásoknak szánja az ő videóit, és még feladatokat is ad hozzá. Találtam egy Eutlantis nevű weboldalt, ahol érettségre készítő Pythonos videók vannak, és itt is, tehát csak olyanokat keresem, ahol meg volt adva, hogy CC a licenc. Mert ha felmegyek a YouTube-ra, akkor a legtöbb videónak az a YouTube saját licenc van megadva, és akkor onnantól kezdve én ezt már nem nevezhetem szabad tananyagnak. És van a Python érettségre felkészítő YouTube videók listája, tehát találtam ilyet, kérdőjel licenc. Nyilván meg kellene kérdeznem az illetőt, hogy mégis biztos, hogy a standard YouTube licenc alatt akartad ezt közreadni, vagy valami szabadabb licencet választanál magadnak. Scratch, Blockly használt nyelvek az oktatásban. Létezik egy scratch.info.telte.hu, nem igazán frissítik. Létezik a blocklygames.apps.com, ahol végig lehet menni a Blockly-nak a megismerésén. Illetve találtam szintén CC licenc alatt egy Blockly kódszerk PHP-t, ami így végigvisz egy csomó minden Blockly-s tananyagon. Jó, akkor ez lefedve meg tudom oldani azt a részét, amikor a diákjaim otthon vannak, és találtam feladatokat is hozzá. Amit én személy szerint nagyon kedvelek, ez a code.org-nak a weboldala. Mindent Creative Commons licenc alatt tesznek fel a weboldalukra. És kidolgoztak olyan tanmeneteket, amit gyakorlatilag tényleg, mint hogyha a módszerre öntötték volna rá így a flipped classroomra. A diák önállóan dolgozik, aktívan részt vesz a tanulási folyamatban, és nem csak ül és elszenvedője. Nem is mehet másképp, és én, mint tanár, még azt is látom, hogy mit csinál ő. Az CSP, ez az AP Computer Science Principles nevű kurzus. Ez azoknak van az Egyesült Államokban, akik érdeklődnek az informatika iránt, és szeretnék bizonyítani az egyetemnek, már középiskolásként, hogy ők értenek az informatikához valamilyen szinten. És kidolgoztak erre egy ilyen, ezeket hívják az AP vizsgáknak, és ehhez is kidolgoztak egy tananyagot, és ez elérhető bárki számára, aki tud angolul. Tehát nagyon jó lenne például a végzős középiskolásainknak ez a tananyag, amennyiben nem angolul van. CC licenc rendben? Tehát licencileg rendben van, felhasználhatjuk. És most szeptemberben debütál a Code.org-nak a Computer Discoveries kurzusa, ez pedig a 7.-8. osztályosokat célozza. Alap webfejlesztés, alap programozási ismeretek, internet működése. Tehát csupa olyan témakör, amelyek nálunk Magyarországon is a tantervi követelményekben benne vannak, csak olyan infrastruktúrát laktak mögé, amit én tanárként soha nem fogok tudni. Tehát azok a videók azok úgy vannak felvéve, olyan emberek szerepelnek benne, akik esetleg a tanítványainknak felkelthetik az érdeklődését. Probléma? Angolul van. Tehát mégiscsak meg kell tanítanunk a gyerekeinket, aztán 10 éves korukra folyékonyan angolul. Programozáshoz még bejött a Code Combat, ez egy online is játszható játék, illetve van letölthető verziója is. MIT licenc alatt van, és akkor a saját szerverünkre is feltehetjük. Ilyenkor nincs lehetőségünk pályakészítésre, mert hogy azt a jogot azt megtartották saját maguknak, de az éppen aktuális verziót azt így letölthetjük, és a diákok mehetnek, és kódolással kalandozhatnak a világban. Itt ehhez nem kellenek pluszban videók, itt csak rábízzuk a diákokat a szoftverre, és menjenek az útjukon, és találják fel magukat, hogyan, mit, hogyan kell kódolni. Megint csak ők vesznek részt aktívan a tanulási folyamatban, és nem nekem kell ilyen sokat magyaráznom, mint most. Egyéb informatikai témakörök.
hardware ismeretek, internetbiztonságos használata, hogyan küldj e-mailt. Most vegyük így a tényleg hatodikosoknak, ezt is meg kell tanítanunk. Sulinet tudásbázis. Fel lehet rámenni, meg el lehet olvasni, ami ott van, aztán be lehet csukni weboldalt. A képernyőképek, amik ott vannak, XP. Internetes keresés témakörnél egy fájkeresésről szóló képernyőkép. Jó, ugorjunk tovább. Minden fenn van a teljes középiskolai anyag valamikorról. És ezt ugye reklámozzák, hogy esetleg használhatnánk. Szóval ez az informatika.gtportál.eu, ez nagy betűkkel hirdeti magáról, hogy CC licences. És nagyon sok az ember keres informatika tananyagot, erre az oldalra el fog jutni. Ilyen programozott tanulásnak mondja magát, mondja lehet a nyilakkal lépkedni, és vannak ilyen multiple choice kérdések, meg lehet válaszolni. Csak nem szeretek így menüket kérdezgetni multiple choice-al a diákjaimtól. Tehát ez. De egyébként jó, hasznos anyagok vannak rajta. Tényleg itt megint az én feladatom, itt egy szabad tananyag, válasszam ki belőle tanárként, hogy mi az, ami jó nekem. Biztonsági kérdéseknél találtam két weboldalt, ami így ezt a diákjainknak szépen bemutathatná. internethotline.hu és safeinternet.hu licenc megjelölés nélkül. Ami azt jelenti valószínűleg, hogy copyrightos a tartalom. De interneten van, tehát fizikailag nekem nem kell kiosztanom papíron a diákjaimnak, tehát végül is akkor megmutathatom nekik. Internetes ismeretekből pedig a Khan Academy-n van egy nagyon jó internet intro, megint csak angolul. Na most azt kell tudni a Khan Academy-ről, nem tudom, ismeritek? Nagyjából jó. Milyen licencelési szerintetek? Mert hirdeti magáról, hogy ingyenesen elérhetőek az anyagaik bárki számára. Szerzőjogi védelem alatt áll abszolút, nem szabad, nem CC licencesek az anyagaik. Le van írva, hogy minden, aminél nem jelölték, hogy CC, Creative Commons, az nem az. De ennél az internetesé jelölték, mert ezt a kódpontot csinálta nekik. Ami meg ugye Creative Commons anyagokat készít, és ezek nagyon jók, nagyon jó videók. Megint olyan videók, amiket én egyedül tanárként nem tudnék felvenni, levideózni, Blenderben elkészíteni, stb. Tehát akkor hogyan menjünk tovább? Jó anyagok honosítása. Fordítsunk le minél több anyagot magyarra, hogy elérhető legyen a diákjaink számára. Nem, nem tartod jónak? Ne zárjuk be magunkat az anyanyelvünkbe. Mert ha bármi problémám van, meg akarom googlizni, nem mindegy, hogy egy 10 milliós közösség egy töredéke válaszol, vagy 7,5 milliárdos közösség egy része válaszol. Ja, ezt értem, de... Hát én csak azért tudok angolul, mert nekem csomó dolognál az csak angolul jutottam hozzá. Igen. Középiskolás angol tanárunk a kanadai útélményeiről beszélt magyarul. Hát gyerekek... Pont emiatt fognak megtanulni, ha látjuk, hogy amire használjuk. Ami sokkal egyszerűbb, sokkal kevesebb mondatfajta van, és sokkal kevesebb főnév, figyelmet, stb. De nem olyanok, mint egy végtelen sok rendhagyó minden marhaság. Sokkal egyszerűbb nyelv, a technikai angol az nem egy élő. Jó, visszaveszem a szót. Ha kezdődik a gondolkodás, mondjuk első, második, most hol kezdődik a gondolkodás, és honnan kell tanítani kötelezően? Ez egy két különböző dolog. Hatodikban jön el először informatika, jelenleg a magyar oktatásban. Mikor kell? Ma már szerintem kellik várják az informatikát. Igen? Én tanítok hatodikosokat. Nem az informatikát, nem sok mindent tudom. Tudod, mikor azt mondom, hogy írd be a böngésző címsávjába, és rákeresett a Google-be, és nem értő, hogy miért nem éri el a szerver IP címét, mert a Google nem dobta ki. Figyelj, egyetemista nekem eltwittereli a basparancsot. Amikor mondom, hogy nem oda kell, akkor jaj, és akkor a böngésző URL-jébe próbáljuk. Nem, egyébként a honosítás az olyan szinten fontos, hogy például a code.org-on ezek a programozás kurzusok már le vannak fordítva magyarra. És az én diákjaim is azon tanulták a programozást
a magyar nyelven nem értené meg a programozást, még angolul. Ez akartam hozzáadni. A másodikos kislányom tök szeret Scratch-el játszadozni. Mostanában akkor olvasni angolnal, és semmire nem mellett. Igen. Tehát eltelezett magyarra, és ilyen kis rajzfilmeket csinál benne. Van egy, szerintem hamarabb be lehet lépni az informatika világába, mint angollal kompetensen belépni az informatika. Igen. Csak később. Persze, mondhatjuk azt, hogy aki már középiskolás, az tudjon angolul, de vannak, akik németet tanulnak például az iskolában, meg franciát, meg oroszt, meg stb. És akkor nekik mégiscsak jó, hogyha van magyarra fordított anyag is. Könnyen nem az, hogy egy exit, vagy egy file, vagy egy de nem szépen. Ezt kell megértened. Hát egy nem a szoftver használatát, már régen nem a szoftver használatáról beszéltem. Itt már arról beszélünk, hogy érted-e a mondjuk egy programozás gondolkodási módját angolul. Ki tudod-e olvasni egyáltalán mi a feladatod angolul? Nem a exit gombot, hanem el tudod-e olvasni az a feladatot, hogy ezt most megcsináld, és mert nem érted meg, hogy mit kell megcsinálnod, de a ötödikeseknek szóló anyagokban már ez van. Illetve hát itt vagyunk, mint FSF.hu alapítvány, készítsünk szabadtan anyagokat. Kell hozzá rengeteg idő. Ember, aki vállalkozik rá, hogy megcsinálja, akinek sok ideje van. Hozzáértés, módszertani hozzáértés és informatikai hozzáértés, szép magyar nyelven legyen, és ne csak valamilyen furcsa magyar nyelven megfogalmazva. Hát nem, hát olvassátok a néha az angolról magyarra fordításokat, azok például. Szóval, hogy hogyan tovább? És itt vagyunk mi FSF.hu alapítvány, és akkor így Péterhez kapcsolódva, ha a közösségben van olyan valaki, aki szeretne tananyagokat készíteni jó minőségben, szeretne fordítani szabad tananyagokat, tehát Microsoft Office zárt forráskódú szoftverhez tankönyvet lefordítani, biztos, hogy nem az FSF.hu alapítványhoz fogsz jönni, hogy te szeretnéd megcsinálni, adjunk támogatást, mint szakmai, akár mint pénzügyi támogatást, nem minket fogsz megkeresni, de egy másik céllal akár tudunk segíteni ebben. Ennyi volt az előadásom, köszönöm szépen a figyelmet, és kérdések. Ő miért nem, tehát miért szükséges, tudom-e plusz, tehát most vegyük le az alapokat, tehát a tanárnak az oktatási anyagát este 6 és fél 8 között, ezt a 3-4 órát meg tudja csinálni, és 6-7 csoportnak oda tudja, mert mindenkinek ugye szépen ott lesz a szintje. Tehát ugyanúgy munkát kell belefektetni a tanárnak, úgy gondolom, csak nem az órán. Az órán azt a feladatot kell megcsinálni, hogy nem dolgozatot készítek, stb. Hanem előadást készítek, amit oda tudok adni a diáknak. Tessék, ma ezt kell meghallgatni, vagy ezt fogod meghallgatni, 3-4 óra, ugye 45 percben beszélünk. A másik 45 percben, amikor pedig ő az órán van, akkor nem az otthoni házadatot csinálja meg, programozgat, bármit csinál, hanem bentül, és feldolgozza azt, amit ő megtanult otthon a tanár előadásából, de ehhez szerintem nem bennünk kell szabad szoftver, szabad tananyag? Jó. Akkor te is megcsinálod otthon, ő is megcsinálja otthon, ő is megcsinálja, ő is megcsinálja ugyanazt. Ugyanahoz a témakörhöz az anyagot. Így képzeled? Itt tanárként, tehát hogy minden tanár otthon elkészíti a saját diákjainak azt a tananyagot, amit egyébként közösen is meg tudnánk csinálni jobban. Ezt csinálni egyébként, tehát most erre azt mondom, hogy ha most csinálunk, és pont az informatikáról, hogy beszélünk, akkor most nem vagyok jártas sem a Windowsnak, sem a Linuxnak a verzióival, stb. De azt látom felnőtt, hogy a Chrome folyamatosan próbálják a frissítéseket. Tehát, hogyha bármilyen szoftver, most én belemegyek abba, hogy leoktatok valamit, két hónap múlva már nem lesz teljes mértékben 100%-ig friss. Mert bejött egy új plusz kiegészítés. Tehát ezt, mivel élő szoftverekről beszélünk, az alapokat lehet oktatni, ezekre valószínűleg már kell egyszer csinálni valaki, és kész. Az alapokat.
Uh-huh. És ezeket igazából bárki megcsinálhatja, akár oktatási minisztérium által, jóváhagyva, bármi. Okay. Szeretném kérni, hogy látogass meg a videotanár.hu weboldalt. Mert ez... Ez is működik, tehát én most kedden csütörtökönként tartom a dolgokat, és működik, mert igaz, hogy sokat dolgozom, mert saját anyagot, de ez lehet nem úgy, hogy nem saját, hanem ha valahol négy kapok készet, akkor most nem lehet kéne izgulnom, hogyha így délután is itt vagyok, akkor kedreggelre meg van ez a keddi anyag. Tehát nem az a lényeg, hogy én készítem, abban igazad van, hogy azt célszerű mindig hozzáfrissíteni az adott fél évben, hogy volt-e valami változás, de az nem feltétlen kell, hogy több nap legyen, hanem van egy kiforrott anyag, ott néhány ilyen esetleg belenyúlsz, mert valami változott, de viszont az órán az nagyon nagy érték, hogy otthon nem tanulja meg a diák, de már tudja, hogy mi az, ami neki a problémás, és kérdezi tőlem, tehát tulajdonképpen sokkal minőségibb időt töltök az órán azzal, hogy járom körbe, és már valamilyen sorrendben megkérdezik tőle, ami neki személyesen probléma. Tehát ez a tükrözött dolog, ez de facto az én gyakorlatomban működik. Illetve nem foglalkoztál a differenciálás témakörével, hogy nálam srácok meg tudnak erősíteni ott hátul, nem ugyanazzal foglalkozik minden diák minden órán. Tehát nálam van, aki táblázatkezel, most így vegyünk a nyolcadikosokat, van, aki más programozással foglalkozik, tehát én nem előtte nap készülök fel az órára otthon délután 6:30-8 között. Tessék? Hogy oldod meg ezt a differenciálást, hogy beleférjen időben, energiában, mert nyilván akkor mindenkinek teljesen más kérdései vannak. Nem. Nem frontális. Tehát ott ül, és az, hogy a gyengébb diákhoz képest a jobb diák három monitorral odébb mit nyom, egyik se zavarja a másikat. Ezek hívják az embert, és egyiket se zavarja, hogy a másiknak más válaszoló kész. Egyszerűen egy teremben megtörténik a tehetséggondozás, az átlagnak a izéje, meg a fölzárkóztató. A kérdés arról van, hogy akkor először a tapasztalat az, hogy nincs annyi kérdés, amit ne lehetne kezelni differenciálni. Van. Hogy ne lenne? Hogyha egy diák lefoglal téged egy egész teljes órára, de ezt megint csak tanárként kell kezelni. Most már nem úgy hívják a tanárokat, az angolban nem azt szeretik használni, hogy tanár. Azt szeretik használni, hogy facilitator. Tehát valaki, aki ott van melletted, és segít neked abban, hogy haladj tovább a tanulás folyamatban. Vannak olyan diákok, akik ezt nem engedik. Tehát ott meg kell tanárként állapítani, hogy jó, ő nála ez a módszer, ez nem működik. Van, akiknél sokkal inkább a frontálisabb módszer megy, de igazából egy hatodikos, mire megérkezik hozzám az informatika órára, addigra már nem tudja, hogy hogyan kell önállóan dolgozni. Már addigra kinevelték belőle. És ezt nevelik még tovább az egyetemig. És az egyetemen pedig elvárják utána az önálló munkát, és akkor mindenhol van a tisztelet a kivételnek. Úgyhogy. Jó. Folytathatjuk még tovább ezt a diskurzust, bármikor ebéd közben gyertek körém ebédelni majd. Értékeljetek engem is, illetve a kiállítóink üzenik, hogy az első emeleten vannak, és várják, hogy arra is járjatok majd. Ha máskor nem, ebédszünetben azért az ott 1 óra, 1 és negyed óra ott bele fog férni.